Kovács Bereniké vagyok, és Csongrád megyét képviselem. Vadasparki élményeim. Városi gyerekként sokszor kilátogatok a szegedi vadasparkba, hogy testközelből figyelhessem meg a hazai és távoli tájak állatait. Szeged 1989 óta büszkélkedett állatkerttel. A gyűjteményt lelkes diákok és tanárok alapozták meg a sancertavaknál kialakított karámokban néhány őzés vaddisznó tartásával. A 3 hektáros kis terület és a szegényes állatállomány gyorsan bő. A kezdeti elképzelés a hazai fajok bemutatása is módosult. A vadasparkból ritka, veszélyeztetett állatfajok bemutatására szakosodott állatkert lett. A különlegesnek számító dél-amerikai karmos majmok hamarosan a látogatók kedvencei lettek, sőt tartásuk és tenyésztésük nemzetközi elismerést hozott. Így lett a szegedi vadaspark jelképe az aprócska lisztmajmocska. Sokan nem tudják, de nevét Liszt Ferenc időskori hajviseletéről kapta. Mióta ezt elmeséltem énekórán, gyakran emlegetjük. A legtöbb ember azt hiszi, hogy az állatkertek feladata kimerül a különböző fajok bemutatásában, pedig szerepük sokkal összetettebb ennél. Élményében keresztül adok belőlük ízelítőt. A szegedi vadaspark 45 hektáros területén földrészenként csoportosítva mutatja be az állatokat. A tágas kifutók úgy vannak kialakítva, hogy az minél jobban hasonlítson a faj eredeti lakóhelyéhez. Így nem csak az állatok érzik jobban magukat, hanem a látogatóknak is nagyobb élmény az állatok viselkedésének meglesése. Én legtöbbször meg is feledkezem arról, hogy nem a természetben járok. Ovis koromban a délalföldi tanyódvar állataiért rajongtam. Itt szerettem meg a jellegzetes magyar háziállatokat, és természetismeret órán pedig én mutattam be őket osztálytársaimnak. Tavaly az iskolai szakkör vadasparki foglalkozásán nem szeretem állatokkal ismerkedtünk. Először megszeppentünk attól, hogy kígyót, békát vagy csótányt vegyünk a kezünkbe, de amikor a foglalkozást vezető Tibor bácsi mesélt róluk, megtört a jég. Észrevettük, milyen szép az ausztrál leveli béka szeme, hogyan csiklandozza a tenyerünket az ezerlábú, és megsétáltattuk a gabonasiklót a nyakunkban. Az élmények hatására elhatároztuk, hogy jobban figyelünk majd hazai rokonaikra, és soha nem bántjuk őket. A vadaspark helyi jelentőségű természetvédelmi terület. Nagy vonzereje, hogy erdős és tavakkal tarkított. Így a természetismeret órán tanultakat jól kidőlő egészíteni az itt szerzett tapasztalatokkal. A medvősvény tölgyesében barangolva találtam már őzés rókanyomot, láttam harkályhántást, gyűjtöttem bagolyköpetet és madártollakat. Ezekkel a kincsekkel az iskolában is mindig eldicsekszem. Nagy kedvenceim a kontinensükön előforduló ragadozó emlősök. Ezek megfigyelése a természetben szinte lehetetlen. A webkamerák által nyújtott élmény sem az igazi. A vadasparkban viszont jól szemügyre vehetők. Így figyeltem meg, hogy a barna medvék kelet területen élő farkasok hogyan lopkodnak táplálékot a medvéktől és hogyan viselkednek egymással. Itt jöttem rá, hogy a toldiban megismert nádi farkas azonos az aranysakállal, de a hiúszt és a vadmacskát is alaposan tanulmányoztam. A ragadozók közül a vidrákat szeretem a legjobban. Szerencsére Magyarország még vidra nagyhatalom, de Európa többi részén azonban nagyon megfogyatkozott a számuk. Régebben értékes prémjükért vadászták őket, napjainkban pedig a vizes élőhelyek csökkenése és szennyezése veszélyezteti állományukat. Ezért több nyugat-európai országban folyik vidra visszatelepítés az állatkertek és a fajmegmentési program segítségével. Ilyen program keretében sikerült az arany oroszlán majmocska természetbe való visszatelepítése is. A szegedi vadaspark a karmos majmok tenyésztésében jeleskedik, de országosan is kiemelkedő azoknak a fajoknak a száma, melyekkel részt vesz a nemzetközi fajmegmentő munkában. A vadaspark jelentős természetvédelmi mentőközpont. A sérült vagy elárvult fadak mellett a csempészektől elkobzott állatokat is ellátja. Mivel ezek behurcolt parazitái veszélyeztetnék a hazai állatvilágot, először karanténba kerülnek, ahol megvizsgálják és kezelik őket, ha kell. A cél a megmentett állatok természetbe való visszaengedése vagy elhelyezése más állatkertekben. A vadaspark folyamatosan bővülő állatgyűjteménye sok látogatót vonz, de nagyon népszerűek a környezetvédelmi jelestapok vedélkedői is. Én a nyári zootábort várom nagy izgalommal, ahol még közelebb kerülhetek az állatokhoz. Ha Szegeden jársz, téged is vár a vadaspark. Hargitai Gergő vagyok, Budapest, a Karácsony Sándor Általános Iskola 5. osztályos tanulója. Csepel szépségeiről és rémségeiről fogok beszélni.
Kiskoromban még nem éreztem a természetvédelem fontosságát, de ma már tudom, hogy milyen meghatározó a környezetünk védelme. Lakóhelyem Csepel több természeti szépséggel is rendelkezik. Ezek közül kiemelném a Tamariska dombot, amelyet 1994-ben nyilvánítottak védetté. A Tamariska domb nevét a tamariszkusz növényről kaptam, mert régen ez volt a leggyakrabban előforduló cserje ezen a területen. Van egy tanösvénye, ami körbevezet bennünket az egész dombon. Tavaszi sétáim során sajnos azt tapasztaltam, hogy számuk egyre csökken. Sok minden veszélyezteti a növényt. Invazív, behurcolt, erőszakosan terjedő növények, keskeny levelű ezüstfa, zöld juhar, fehér akác, bálványfa. Látogatók, akik letörik a növények ágait, borostyán, amely szinte már beborítja a dombot, a területnek gazdag növény és állatvilága van. Ezeket ismertetném. A tamariska domb növényei. Tamariszkusz, homoki árvalányhaj, báránypirosító, budai imola, homoki fátyolvirág, homoki bakszakál, homoki csőkéseiszegfű, homoki csütfű. Sóska borbolya, közönséges fagyal. Egy bibés galagonya, rezgőnyár, szürkenyár, fehérnyár. A csíkos kecskerágó. A csíkos kecskerágó érdekessége, hogy amikor először megláttam, azt hittem, hogy beszőtte egy pók. Miután közelebbről is megnéztem, észrevettem, hogy a hálóban kis barnás-fehér hernyók mozogtak. Rákerestem az interneten, akkor tudtam meg, hogy a hernyók a kecskerágó moly hernyói voltak. Tájidegen növénye, fekete fenyő. A tamariska domb állatai. Madarai, süvöltő, megyvágó, sárgafejű királyka, erdei füresbagoly, fenyőrigó, csontollú, őszapó, barátposzáta, nagyfakopáncs, széncinege, sárgarigó, vörösbegy. Ízelt lábúi, rovarai, pézsmacincér, sisakos sáska, imádkozó sáska, lepkéi, fecskefarkú lepke, kaldos lepke, kutyatejszender, atalanta lepke, hüllői, faligyík, fürgegyík. Pókfajtája, szongáriai cselőpók, puha testűje, éti csiga. Másik természeti szépsége Csepelnek a Dunapart, melynek legszebb része a kis Dunaöböl. Ez a terület sokat változott előnyére, erre járva gyönyörű vízi életközösség tárul elénk, hattyúkkal, récékkel és szárcsákkal találkozhatunk. A parti növények közül sok a nád és a gyékén, csodálatosak a nyárfák és fűzfák. Ha a Dunaparton sétálunk, egy idő után elérkezünk a kis Dunaöbölbe. A kis holtág vizében számtalan békatutaj található. Egy kis híd ível át a víz felett, a hídhoz egy föröngből kirakott úton lehet elmenni. Egy nagyon ritka védett növényt, a kámost is láthatjuk. Itt is van egy rövidebb tanösvény, amely segít bemutatni Csepel vízi élővilágát, természeti kincseit. Megfigyeléseim során sajnos rémségekkel is találkoztam. Az Akácfa utcai kis erdő szélén illegális szemétlerakó van a földút mentén, amiközött sok veszélyes hulladék is hever, károsítva a környezetet. Csepel már sokat tett a környezetéért, de még fejlődnie kell. Úgy érzem, minden a lakosokon, főleg a fiatalokon múlik, hogy mi lesz ezeknek a szép helyeknek a sorsa. Mint ifjú természetvédő, mindent megteszek annak érdekében, hogy megmaradjanak ezek a szépségek, a rémségek pedig eltűnjenek örökre. Bízom benne, ha mindenki összefog, sikerülni fog megmenteni ezeket a csodás helyeket. Köszönöm a figyelmet! Magyarországon kizárólag Kunfértó határában fordul elő természetes élőhelyen a virginiai horduta, Botrichium virginianum. Kunfehértó a Dunatisza közének iskunságban található, a 20. század közepéig még pusztának számított. Az itt lévő fehértónak köszönheti természetes manzerejét és fejlődését, hiszen a kellemes vízű tó sokakat vonz ide. A turisták többsége kisebb mozdul a tó területéről, pedig a közelben található a kunfehértói holdrutás erdő, maga 120 hektárával és természeti csodáival. Ezek között kiemelném a kékibaját, a gyöngyvirágot, a szálkás pajzsikát, a kis és széles levelű nőszőfüvet, a madárfészek, kosbort és a salmonpecsétet. Az erdőben egy igazi matuzsálomra is rálelhetünk. A közel 300 éves kocsányos tölgyet a megyében elsőként 1941-ben nyilvánítottak védetté.
A számos nem ritkaság közül kiemelkedik egyediségével a virginiai horruta, mely egész Közép-Európában csak itt lelhető fel. Egyedisége miatt 1992-ben a település címerébe is bekerült. Iskolámban diáktársaimat megkérdeztem, hogy ismerik ezt a nemét, és ha igen, honnan hallottak róla. A felső tagozaton végeztem a felmérést. A tanulók közül mindössze 32-en hallottak erről a neméről, ők velem együtt a tavalyi természetvédő gyalogbékatáborban ismerték meg. A virginiai horruta a harasztok törzsébe és a kígyónyálfélék családjába tartozik. Árnyékos, mészkerülő élőhelyeket kedveli. Vizsgálódásaim során gyűjtött talajmintát megfigyelve megállapítható, hogy színe szép barna, szóval humusztartalma jó. Bevizsgálva pedig elmondható, hogy az itteni terület méz hiányos, hiszen a mintára csepegtetett sósav hatására nem tapasztaltam pezsgést, ellentétben a kiskunhalas környéki homoktalajjal, ami hevesen pezsget. Ez is magyarázata lehet annak, hogy a növény nem terjed tovább. A pH értékvizsgálat savas talajt mutatott ki. A virginiai horruta évelő növény, átlagosan 15-40 centire nő, de spórásan elérheti a 60-70 centit is. Az általán vizsgált példányok 25 és 30 centi között mozogtak. Föld alatti gyöktörzséből meddő és spóratermő levelek hajtanak ki. A levelek többszörösen összetett, osztott, csipkős vagy más néven fogas levelek. Kerületük csak nem szabályos háromszöget zár be, méretük több tenyérnyi is lehet. Föld alatti gyöktörzséből meddő és spóratermő levelek hajtanak ki. Éres spóráit júniusban és júliusban szórja. A spórából kifejlődő előtelep tömör, gumosszerű, kb. 2 centi. A horruta fejlődése lassú, eltarthat 7-10 évig is. Spórái, ha nem kedvezőek a körülmények, akár 100 évig is életképesek maradnak. Leggyakoribb Észak-Amerikában innen származik előneve is. Európában valószínűleg amerikai hajókon szállított facsemeték földlabdáival került. A tudósok számára is talán, hogy kunfértóra hogyan kerülhetett. Nem tudják eldönteni, hogy ösönös növénye, vagy éppen egy ilyen amerikai hajóval került ide. Felmerül a kérdés, hogyha az utóbbi a helyes feltevés, akkor miért csak itt ezen a kis területen lelhető fel? A horruta itteni állományát 1951-ben Zolymi Bálint és Baksa Ilona botanikusok határozták meg. 1975-ben az akkor alapított Kiskunsági Nemzeti Park védelme alá került, 2012-től fokozottan védett, eszméértéke 100 000 forint. Első találkozásom a ritkasággal júniusban volt, a már említett gyalogbékatáborral. Második találkozásom szeptember elejére esett, a nyári állapotnak megfelelő körülményeket láttam. November 11-én ismét kilátogattam a területre, a növény általában ilyenkorra már visszahúzódik a föld alá, de még sikerült találnom néhány tövet, amik meggyötörten lapultak a földfelszínhez, készült nyugalmi időszakára. Tavaszi állapotát is megfigyeltem, idén áprilisban már kihajtottak a levelek. Ezen a területen egy teljes életközösség alakult ki, amely háborítatlanságát a virginiai horrutának, ennek az ősi harasztfélének köszönheti. Ezért tartom fontosnak, hogy megismerjük, óvjuk, védjük ezt a területet. Köszönöm a figyelmet! Dancsriárnak hívnak, a Tuzséri Lónyai Menyhért általános iskola 6. osztályos tanulója vagyok. Tuzsér Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Rétköz ősi településének egyike a Tisza mentén. A Verbatanya Nyíregyházától 10 kilométerre helyezkedik el, 2001-ben bokortanyaként került átadásra. Családommal többször is jártunk már a Verbatanyán, és megragadott a hely szépsége és élővilága, ezért is választottam kísérletesem témájának a Verbatanyát. A parkot erdő vezet körül. 2,5 hektáron nyárferdőt telepítette. Séta közben láthatunk pusztaszilt, kocsányos tölgyet, gesztenyét és vadcseresznyét. A park madárfajokban gazdag. Láthatunk egerészszőlyvet, vércsét. Az esti órákban hallhatjuk a fülesbagoly hangját, hiszen éjszaka jár táplálék után. Valamint jégmadarat is. A talajt sárga virágú pongyolapi pangok borítja.
köztük lóherét is láthatunk. Valamint egy kék virágú virágra lettem figyelmes, amit nem ismertem, lefényképeztem, és utána néztem, mi lehet ez. Kék virágú gólyaorvol. A park északi részén 7 hektár foglal el az agyagos nádas területen kialakított horgászló. A tóba halakat telepítenek. Lénai tokot, amúrt, harcsát, pontyot, amit nekem is sikerült kifognom. Fontosnak tartom kiemelni, hogy az 5 kg feletti alak, például aranykárász, szompó, harcsa, védelmet élveznek, hiszen elvinni nem lehet. A halakkal való kíméletes bánásmód valamennyi alfaj esetén kötelező. Itt láthatunk tőkési rékszeket is. Láttam, hogy a tojók a nádas felé igyekeznek, óvatosan a nádas felé lopakodtam. Nagy meglepetésemre fészkenülő tojókat vettem észre. Egy kicsit távolabb, fehér fészekbe fehér tojásokat láttam. 21 nap múlva ilyen aranyos kiskacsák fognak kikelni belőlük, és az anyjuk után fognak úszni. A családommal alig várom már a következő alkalmat, hogy a családommal elmenjek a tanyára, és újabb élő lényeket tudjak lencse végre kapni. Köszönöm a figyelmet! A Cserhát lábánál. Tóth Hanna 6. osztályos tanuló vagyok. Ecsegről a 2. Rákóczi Ferenc általános iskolából érkeztem. Ecseg egy 1200 fős kicsi település a keleti Cserhát déli lankáinál, a Szua patak völgyében. A falu északi határában található a Magashegy, a Középhegy, illetve a Bézma, amely a legmagasabb, legmeredekebb hegyünk. Északi irányból szeli ketté Ecseget a Szua patak, amely Zsún község felett ered, majd áttör a Középhegy és a Bézma között. Itt foglalja magába a Cserkúti patakot. Térségünkben 7425 hektárnyi területet nyilvánítottak védetté 1989-ben Kelet-Cserhát tájvédelmi körzet néven, amelyből 700 hektár Ecseghez tartozik, ebből fokozottan védett 340 hektár. A körzetet jelző tábla a várdon belül áll, innen kalauzolom el a hallgatóságot néhány számomra kedves hely felé, ahol megfigyeléseimet, vizsgálódásaimat végeztem. Elsőként a várdombot szeretném bemutatni. A tatárjárást követően itt épült meg az ecsegi vár, melynek sajnos csak az emlékéről beszélhetek. A várdomb alacsony, a talajból hirtelen kiemelkedő domb, ma már cserjék, védett növények és állatok vették birtokba. Én 5 évesen hódítottam meg először. Akkor láttam, milyen a tavaszi hírics, és fedeztem fel, hogy előszeretettel veszik birtokba a rókák a domboldal napsütötte területét. Számtalan rókavár található ott, a bejárat előtt még a lábnyomuk is jó kivehető. Áprilisban valóságos hírics mező öleli körül a dombot. Mellette nyílik a pusztai meténk, mindkettő védett növény, de rengeteg farkas kutyate is virított sárga színével. Találtam egy virágporral belepett ormányos bogarat, amely most tobzódik a hírics nyitott a táplálékban. Majd közelről szemügyre vehettem egy kis apollólepkét, amely olyan barátságos volt, hogy még az ujjamra is átmerészkedett. Innen az utunk a Csövölgyön átvezet a Magashegy egy erdő részletébe, amelyet falusi erdő néven ismerünk. Ebben a fiatalosban 2 dagonyázó helyet is találtam. A jól kivehető lábnyomokból megállapítható, hogy gimszarvasok és vaddisznók jártak itt. Azt is megfigyeltem, hogy a dagonya körén nőtt fákon a vadak ledörzsölik magukról a szőrükre tapadt sarat. Így szabadulnak meg az élősködőktől. Pár méternyire találtam kiullott szarvasszőrt, ilyenkor váltják szőrtakarójukat téliről nyárira. A szarvasszőre érdes, erős, durva tapintású. Sok helyen láttam vaddisznó túrásokat, itt a lehullott makokat kutatták fel. Utam során egy pecsét viasz gomba tűnt ki bíboros, vöröses, barnás színével az avarból. Sok kék ellenálltú ganétúró bogár bújt elő a hideg ellenére. Túrám során a következő virágokat figyeltem meg. Erdei ibolya, indás infű, orocsán csillaghúr, bársonyos tüdőfű. Az erdő zömében csertölgyek, kocsánytalan tölgyek lakják, de találunk kőrist, gyertyánt, akácot, mezei juhart, mezei szilt is. Kizárólag a gyertyánon lehet látni az ott élő muflonkosok nyomait, akik ezekhez dörzsölik csigájukat. Ezek a nyomok teljesen más mintázatúak, mint a gímszarvas agancsa által hagyottak. A Csövölgyben egy gímszarvas elhullajtott agancsába botlottam. A tölgyesekben gazdag gajnövényzet található, lombfogadás előtt a fénykedvelő, a lombkorona zárulása után árnyékedvelő növények képezik a gyepszintet.
A falusi erdőt elhagyva a Hosszak nevű kasztellón át visszajutunk a falu irányába. Itt sikerült egy fácánkakast is megfigyelnem, éppen rovarokat keresett a lucerna táblában. Közel maradt a bozótoshoz, hiszen ott könnyen elrejtőzhet. Következő kiránduláson során visszatértünk a magas hegyre. Most egy új útvonalat választottunk, ami a nyíresen átvezetett. Ezt a nyírfaerdőt 30 éve mesterségesen telepítették, de sajnos a talaj nem kedvez a nyírfa életfeltételeinek, látható, hogy sorban pusztulnak el fái. Pár száz méter után megérkeztünk a lábas erdőbe. Ezek a fák már nagyok, kb. 50 évesek, az agynövényzet pedig elenyésző. Gyönyörű a lombok között átszűrődő napfényben ez a terület. Tovább haladva elértük a kishegylapost, ez a magashegy viszonylag sík része. Itt nagyvadetető és sózó van kihelyezve. Ezután következik a Balázs verme, hogy nevét miről kiről kapta, már nem maradt emlék. Mellettünk halad a Cserkúti patak, és néhol átpillantatunk a szomszédos középhegyre. Utam során nem csak számos vadnyomot figyeltem meg, hanem megvizsgáltam a kidőlt fák törzsét is. Jól látható, hogyan veszik birtokba a rovarok, a százlábúak és a csigák önálló életközösséget alkotva. Érdemes a zavart is alaposan fürkészni, mert kincsekre bukkanhatunk. Például elhullott szarvasbogár fejére, korhadékon élő fafűgombára, nünükére. Újabb növényeket is felfedeztem. Bogláros szellőrózsa, salátaboglárka, erdei kutyatej, indás pimpó, páfrányok. Utunk végállomása a Sárkánytó volt, ahol kicsi képzelőerő segítségével láthatjuk a két ott anyázó sárkányt. A tó valójában a Cserkuti patak része, partján sok a korhat lyukkal teleszórt fa, ahol vadméhek tanyáznak. A vízparti köveken találtam aranyos fodorkát és pajzsikát is, a zavarban kónya vicsorgókat. Egy pár duc foltos araszulót is észrevettünk, ami egy elhullott róka koponyáján szállt le. Következő alkalommal megnézzük a magashegy túloldalán található kenyérdombot, ami egy erdei tisztás rengeteg színes virággal. Láttam védett agárkosbort, mely lila színével felhívta magára figyelmemet, erdei gyöngykölest, szarvaskerepet, kakukkfüvet, lecsepült veronikát, mezei zsáját, orvosi atracélt, színeváltó kutyatejet, lila ökörfarkórót, a tavaszi hírics termését, elszáradt ökörfarkórót tavajról, tornyos ikravirágot, fürtös gyöngyikét. Egy gyönyörű fecskefarkú lepkét is sikerült közelről szemügyre venni. Kitekintésként szeretném elmondani, annyira közel szinte együtt élünk a természettel, hogy otthon egy védett kardos lepkét pillantottam meg. Postaládánkat is otthon választotta egy széncinege pár. Alapos gondossággal felépített fészkükben ma már 7 kis fióka lakik. Végül visszatértünk a magashegy olyan részére, ahol jól kivetők a vadak lábnyomai. Találtam szarvasűnő, szarvasbika, őz, muflon és óriási vaddisznó nyomát, amely annyira szépen kivehető volt, hogy gipszel köntöttem és elhoztam megmutatni. Köszönöm a figyelmet! A Pilisi lány nyomában. Őrsi Ákos vagyok, a budapesti Remetekertvárosi Általános Iskola 5. osztályos tanulója. Solymáron, Kerekhegyen lakom, és születésemkor a kertünkben már volt madárretető. A könyvek és a megfigyelések ráébresztettek, hogy ne csak a madarakat tanulmányozzam, hanem más élőlényeket, azok táplálékát, élőhelyét, életlehetőségeit, valamint az őket fenyegető veszélyeket is. A házunkhoz közeli 1995-ben az Európa diplomát elnyert Szénás hegycsoportot szeretném bemutatni különleges védett értékével a bennszülött Pilisi lennel. A Linum dolomiticumot Borbás Vince említette először 1897-ben. Emlékét ma a Borbás gerinc őrzi. A terület védetté nyilvánítását Kán Károly javasolta 1931-ben. 1951-ben kisebb részei már védetté váltak. Ez a terület a Dunai-Poly Nemzeti Parkon belül a Budai Tájvédelmi Körzet része. Pilisszent Iván felől kerítéssel van elzárva, egyrészt a lakosok elől, másrészt a tájidegen nagyvadak populációjának szabályozása érdekében. A Pilisi Lend felkészítő tanárommal és a Nemzeti Park munkatársának vezetésével én is megfigyelhettem. Utunkat végig kísérték a tájidegen fekete fenyvesek, melyeket a múlt század közepén telepítettek a kopár sziklákra az erózió megakadályozására.
Ezeket fokozatosan szállalóvágással cserélik le. A tájrehabilitáció hosszú, akár évszázados folyamat is lehet, de emberi beavatkozással gyorsítható. A dolomitkarszokon élő növényeken és állatokon kívül megfigyeléseim a környező településekre is kiterjedtek. Először egy dolomit sziklagyepen kapaszkodtunk felfelé, ahol többek között sejmezzanótot, fekete kökörcsint, valamint apró nőszirmot láthattunk. A karszbokor erdők tipikus növényét, a molyhos tölgyet is megfigyelhettük. Felérve a nagy színásra, a lapangósás érdekes köreire lettünk figyelmesek. Lefelé, a hegyoldalról leeleszkedve, hársfákkal elegyes, gyertyános kocsánytalan tölgyesben haladtunk tovább, ahol többek között petyegetett üdőfüvet, bogláros szellőrózsát, tavaszi ledneket és tavaszi kankalint láthattunk. Végre kiértünk a borbás gerincre, ahol megpillanthattuk a pilisilent. A dolomitlen, pilisilen, vagy legújabban piliszentiványilen 10-20 cm magasságú törpecserje. Mi csak itt láttunk túránk során, de a környéken máshol is él. A kis és nagy szénás lejtőin összesen 2-3 ezer tő. Benszülött és maradványfa is egyben. Fokozott védelmét erdőrezervátum segíti. A fajt legjobban a taposás veszélyezteti, ezért a terület egyénileg nem is látogatható. A gerincen láttunk még árvalányhajat, kisfészkű hangyabogáncsot, henyeboroszlánt, valamint nagy ezerjófüvet. A szénások természeti értékei közé tartozik egy geológiai nevezetesség, az ördögtorony. Ennek a területnek kiemelkedő értéke továbbá az István király szegfű, a magyar gurgolya és a fűrészlábú szöcske. Az ördögjük barlangban és a Solymári várhegyen már 5000 éve is élt az újkőkor embere, aki földet művelt, legeltetett, házakat épített, bányászott, valamint fűtötte házait. Ezzel a természetet egyre hátrébb szorította. Pilis Szent Iván, Nagy Kovácsi, Pilis Csaba, Pilis Vörösvár, valamint Solymár együttes lélekszáma 1870-ben még csak 7484 fő volt, 2017-re pedig már 46.005 főre nőtt. Ezzel a természetes élőhelyek egyre hátrébb szorultak. A nagypapámtól kapott régi térképekből készítettem egy vázlatot, melyen jól látszódik, az öt település területe hogyan növekedett. A Pest megyei átlag alapján számítva, ezen az öt településen 11.946 helyi gépjármű szennyezi a levegőt. A szénások turista forgalma nagy, a pilisi lántúrán tiltott helyen láttunk kerékpározót is. Mit tehetünk, ha a helyzeten javítani szeretnénk? Az önfegyelmezés saját magunkon kell kezdeni példamutatással. Ezt a munkát segíteném én is. Egyetlen kérdés foglalkoztat még. Három testvérem van. Ha mi is felnőttek leszünk, és családot alapítunk, és mind a négyünknek 4-4 gyereke lesz, lakhatunk-e mi is itt, az erdőszélen? Köszönöm a figyelmet. Maurer Lili vagyok Győr-Moson-Sopron megyéből, a Rába Csécsényi Általános Iskola 6. osztályából. Az én iskolám egy 600 lakosú, kis rábaközi faluban található, melyet a jó emberek mellett három nagy tölgyfa is őriz. Előadásomban falunk környékének néhány jellemzőjét, védelemre érdemes természeti értékét szeretném felvillantani. E táj nem tartozik védett területhez, élővilágának tudományos leírása nincs. Simon Tibor professzor és Polgár Sándor győri tanár foglalkozott a Kisalföld növényföldrajzával. Az ő munkájuk és tanáraim segítsége alapján végeztem megfigyeléseimet. Községünk a Rába bal partján helyezkedik el, a Hanság és a Marcal medence között átmeneti táj. A Rába köznek ez a legváltozatosabb felszínű része, melyet a folyóvíz, a szél és az emberi beavatkozások alakítottak. A 19. század végi nagy szabályozáskor a Rábát új medárba terelték, a levágott szakaszokból holtágak keletkeztek. Ezeket az itt élők döglött Rábának nevezik. Az 1970-es évek végén a folyómedret megkotorták, a kitermelt kavicsal erősítették meg a gátakat. A folyó és a talajvizek szintje is lecsökkent, fokozva a kiszáradást.
Az egész terület egyrészt Győr felé lejt a folyás iránynak megfelelően, másrészt a Hanság felé az egykori vizek útján. Három egymástól jól elkülöníthető szintet figyeltem meg. Az alacsony árteret, a magas árteret és a homokfelszíneket. Az uralkodó magas ártér és a kisebb homokfelszínek eredeti növénytakaróját a szentonföldi művelés már teljesen átalakította. A mélyebben fekvő alacsony árteret a szabályozások előtt gyakran elborították az árvizek. Itt található a folyó, a hullámtér, a levágott vagy lefűződött holtmedrek, morotvák, a folyót kísérő és a Hanság felé húzódó réteg világa. A folyó ezen a szakaszon zátonyokat épít, ezek az egyre ritkábban jelentkező áradásokkor kerülnek csak víz alá. A hullámtéren az őscsepeket és a természetes fűznyár éger erdőket felváltották az ültetett nyárfaerdők. Szerencsére van még néhány szabályzatlan ősi szakasza is a Rábának, ahova még nem nagyon avatkozott be az ember. Még megtalálható a korábban jellemző növény- és állatvilág maradványa. Szinte csoda, hogy a nyári tőzik egy gyönyörű példányait lefotózhattam, és csoda az is, hogy ilyen nagy számban maradtak meg a védett növények, még az ültetett nyárasokban is, sok-sok sással, nőszirommal. Sajnos az utóbbiak nem virágoznak most, így nem tudtam meghatározni őket. A holtmedrekben tanulmányozhatók a tópusztulás állomásai, a fertő, mocsár és a lápállapot. Összefüggés van a főmeder és a holtmedrek vízállása között. A legtöbb holták partja az őserdők világát idézi, fával, bokorral sűrűn benőttek, a vadak csapásain keresztül közelíthetők meg. A legmélyebb pontokon még nyílt vízi holtágak vannak. Némelyikben csak csapadékos években van víz. Béka lencse, béka tutaj, fehér tündérrózsa, sárga vízitök figyelhető meg. A sekélyebb vízű részeken a mosári állapot jellemző. Sásfajok sárga nőszirommal, nádasokkal. A holtmedrek nagy része már a fával benőtt típusba tartozik. A partokon még évszázados öreg fák, a medrek belsejében fiatalabb füzek élnek. A fűzlábban élő fák gyökérzetükkel alkalmazkodtak a változó vízálláshoz. Márciusban megdöbbentő látványt fogadott a legnagyobb nyílt vízi holtágnál. Valakik engedély és a tulajdonos önkormányzat tudta és beleegyezése nélkül kitermelték a meder iszapját. A fákat kivágták, a vizet elgátolták, saját céljukra egy 4 méter mély és 150 méter hosszú mesterséges ravat alakítottak ki. A lapályok rétjeinek élővilága külön tanulmányozást igényelne. A kiszáradással veszélyeztetett egykori láp- és mocsárréteken folytak el a Rába árvizei. Réti boglárka, réti kakukkszegfű, réti lednek, helyenként fekete nadájtő és kutyatejfélék több faja virágzik. Szamócás foltokat is találtam, rengeteg kicsi nőszíromlevelet virág nélkül és őszi kikeriset is. Az igen gazdag állatvilág bemutatására sajnos most nincs lehetőségem. Azt, hogy szülőföldem határát bejárjam, megfigyeléseimet folytassam, a Kánkároly versenynek köszönhetem. Sütő András szavaival élve, mert amikor már mindenütt elfelejtettek, a szülőföldnek még mindig akad mondani valója rólunk. Köszönöm a figyelmet! Tisztelt zsűri, tisztelt hallgatóság! Szmodit Zétény vagyok, Nagykanizsáról, Kánkároly szülővárosából érkeztem a versenyre. Egyik ismerősöm mesélte, hogy a várost elkerülő autót mellett kidőlt fákat látott, amelyeket valószínűleg hódok rágtak meg. A hír hallatán felbuzdulva biológia tanárommal felkerestük a megjelölt helyszínt, és a principális csatorna mellett megtaláltuk a hódok egyértelmű nyomait. Ekkor lettem igazán kíváncsi ezekre a szorgalmas fákokra, és a következőket tudtam meg róluk. A hódoknak két faja ismert. A kanadai hód és a nálunk élő nagyobb testű eurázsiai hód. Ez az állat a vízben érzi igazán otthon magát. Bundáját a végbénylás körülvevő mirigyek váladékával teszi vízállóvá. Orrát és fülét bőrlöven segítségével tudja lezárni a víz alatt. Hátsó úszóártyás lábain a második ujján kettős karom fejlődött, melyet az állat a bundája tisztítására használ. A hód farka lapos széles bőrszerű pikkelyek fedik, ezzel kormányozza magát a víz alatt.
Nagy melegben farkát vízbe mártja, így csökkenti a testhőmérsékletét. Veszély esetén is farkával paskolja a vizet, így módon figyelmezteti társait. A hód nagyon óvatos állat, ezért is érdekes, hogy a mi hódjaink éppen egy forgalmas autót mellé telepettek le. A hód növényevő rágcsáló állat. Véső alakú metszőfogait kívül narancsszínű zománc fedi. Szájüregét a metszőfogak mögött le tudja zárni, így a víz alatt is tud rágcsálni. Kedvenc táplálékai a vízitak, a fehér tündérrózsa, ám gyakran megdésmálja a víz mezőgazdasági területek növényeit is. Ősszel és télen a fák kérgét rágja. Azért dönti ki a fákat, hogy hozzáférjen az ágakat borító zsengép kéreganyaghoz. Mi is sok lehántolt ágat találtunk a területén. Az eurázsiai hód nem épít hódvárat. Vackát inkább a partfalba ássa ki. Ezzel a tevékenységgel gyakran megrongálja a gátakat, töltéseket. A folyosórendszer bejáratát általában víz borítja. Valószínűleg mi is megtaláltuk az autót alatti töltés oldalában a hódlak bejáratát, amely a hosszú csapadék nélküli időszaknak köszönhetően kerülhetett a vízfelszín fölé. Ezek az állatok családokban élnek. A nőstény évente egyszer 4-5 fejlett kölyköt hoz a világra. A kicsik születésük után néhány órával már úszni is tudnak. A hódok természetes környezetükben 15-17 évig is élhetnek. A hód régen folyóvizeink mentén szinte mindenütt előfordult. Rendszeresen vadászták, mert a hód vízhatlan prémjéből téli ruhákat vartak. A hódpézsma, melyel az állatok megjelölik területüket, kevesebb gyógyászati és kozmetikai alapanyag volt. Ráadásul az egyház engedélyezte a hód húsának fogyasztását a bőti időszakban is. A túlzott vadászat és folyószabályozások következtében a hód 150 évre eltűnt Magyarországról. Az utolsó példányt 1854-ben Ács határában lőtték ki. Az Európában sikeres hód visszatelepítési akciók után 1996-ban Magyarországon is megkezdődött az állatok szervezet visszatelepítése. Ez olyan sikeres volt, hogy ma már több mint 1000 hód él országszerte. Az állomány és hozzájárultak az Ausztriából spontán betelepülő egyedek is. A mi principális csatorna mellett élő hódjaink valószínűleg Horvátországból költöztek át hozzánk. A hódok terjedésének semmi sem szabhat át, mivel természetes ellenségei a hiúz és a farkas hiányoznak a hazai életközösségek többségéből. Elszaporodásuk miatt egyre több helyen jeleznek hódkárokat a szakemberek. Néhányan az állomány gyérítését tartják szükségesnek. A hódok által okozott károk csökkentésére egyéb módszerek is vannak. Ilyen művelt területek bekerítése, hódriasztó szaganyagok kihelyezése, hódok áthelyezése. Remélem a felnőttek megtalálják azokat a módszereket, amelyek a hódoknak is jók. Hiszen a hódok, ahogy például az őzek és a vaddisznók, az erdő részei a természet szereplői. Meg kell tanulnunk alkalmazkodni a természethez, ha nem akarjuk, hogy szegényebbé váljon a világ. Köszönöm a figyelmet! Képes Panna vagyok, Miskolcról jöttem, az Avastetői Általános Iskolából, előadásom címe Gólyahír. Magyarországon évente több ezer vadon élő védett és fokozottan védett madár szenved törést, áramütést vagy fiókakorban árván marad. Ezeken a madarakon segít a Miskolctól 10 kilométerre lévő Mái Madármentő Állomás. Hogyan is kerültem kapcsolatba az egyesülettel? Április 10-én az Észak-Magyarország című napilap beszámolt egy pár napja hazaérkezett nyakon lőtt gólyáról, melyet a Mái Madármentő Állomásra szállítottak. A hír nagy felháborodást keltett az olvasók körében, és én is megsajnáltam a szegény madarat. Szerettem volna megtudni, pontosan mi történt vele, és hogy felépülhet-e, repülhet-e valaha, ezért felkészítőmmel együtt látogatást tettem a madármentő állomáson. Az egyesület vezetője, Lehocki Krisztián, készségesen állt a rendelkezésünkre, és részletesen tájékoztatott a történtekről. Egy Hernád menti kisfaluból, Berzékről kapták a hívást, miszerint egy lógó szárnyú gólyát találtak az egyik kertben.
A helyszínre érkező madármentők először áramütésre gyanakodtak. Az állomásra beszállítás után a tollazat megbontásakor vették észre, hogy a gólyát minden bizonnyal nyakon lőtték, ugyanis egy 4 mm-es kerekbemeneti nyílást találtak a nyak bal oldalán. A lövedék az egyik nyakcsigolyát érte, amely elmozdulva egy ideg szálat nyomhatott, és a jobb szárnyát ejtette, nem tudta mozgatni. A Miskolci Állatkórházban készült röntgenfelvételen nem látszott ugyan a lövedék, mert vagy lepattant a csigolyáról, vagy a csőrével kipiszkálta. A gólya sebeit ellátták, a szárnyát felkötötték, és nyugodt környezetbe helyezték. Gondozói Hernán névre keresztelték a folyó után, amelynek közelében megtalálták. Étlapján ezúttal napos csibék, halak szerepeltek. Megtudtam, fontos, hogy teljes tetemet kapjon, mert abban minden tápanyag megtalálható, amire szüksége van. Szemtanúi lehettünk az állatorvoshoz való készülődésnek, hiszen egy újabb vizsgálat alapos röntgen következett, melynek célja volt, hogy megállapítsák, mi is lehet valójában a bénulás oka. Kiderült, hogy a jobb szárnyát áramütés is érte. Valószínű, hogy zuhanás közben ráesett a közelben húzódó középfeszültségű távvezetékre, ami megrázta. Április 17-én elkerült a Hortobágyi Madárkórházba. Azóta többször érdeklődtünk az állapota felől, de sajnos nem jó híreket kaptunk. Déri János doktor úr elmondta, hogy az áramütés okozta nagymértékű szöveti elhalások miatt amputálni kell a szárny nagy részét, így sétáló gólyaként éli tovább életét az új otthonában. A mentőállomáson szárnytörött gólyák, árván maradt fecskék, áramütött vércsék, törpegém, erdei fülesbagoly és többféle énekes madár kapott már ellátást. A felépült egyedeket általában megtalálójuk jelenlétében szabadon engedik. Így történt ez 2016 nyarán a kis molnár fecskével, Delmával is. Rajta sérülések nem látszottak, csak legyengült, kiszáradt állapotban került az állomásra. Azonnal enni-inni kapott és szépen helyre jött. Az óránkénti etetésnek meglett az eredménye, gyorsan felcseperedett, és eljött az idő, amikor szárnyára lehetett bocsájtani. Kivitték a Mályi tó partjára, ahol fajtársai nagy létszámban köröztek a levegőben. Delma az elején egy kicsit gondolkozott, aztán egyszer csak megtette az első szárnycsapásokat, és csatlakozott társaihoz. Ilyenkor egyik szemünk sír, a másik nevet, mondta az egyesület vezetője. Mindig nehéz megválni a kis védencektől. Vannak sajnos olyan egyedek is, amelyek maradandó sérülésük miatt életük végéig a mentőállomáson maradnak. Ilyen a képen látható erdei fülesbagoly is, melyet 3 hónappal ezelőtt elgázolt egy autó. Szilánkosra tört az egyik szárnycsontja, repülni soha többé nem tud. A súlyosabb műtéti kezelést igénylő sérültek a Hortobágyi Madárkórházba kerülnek. A Mályi madármentőállomás a 2016-os évben 650 madár ellátását biztosította 97%-os túlélési arányjal. Ezzel a kis előadással arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy ne bántsuk, inkább óvjuk, védjük meg az állatvilág egy csodálatos teremtményeit, a madarakat, és becsüljük meg azoknak az embereknek az áldozatos munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárulnak, hogy még sokáig gyönyörködhessünk bennük, mert madárdal nélkül szegényebb lenne a világ. Köszönöm a figyelmet! Pap Viktória vagyok, Budapest 3. kerületéből érkeztem. Lakóhelyünktől nem messze, kis tanyánkon szüleim és nagyszüleim gazdálkodnak. Környezettudatos módon, épp ezért előadásom témája a biogazdálkodás. A mi családunk a gyümölcsösben és a földeken szerves trágyát használ, mivel kevésbé szennyező, mint a műtrágya. Ugyan a műtrágyának is megvan a jó tulajdonsága. Nagyon hasznos a növények számára, és kényelmes megoldás az embereknek, hiszen szinte minden formában kiutatható a földekre. A műtrágyák koncentráltan tartalmaznak nitrogént, foszfort és káliumot. A nitrogén főleg a lombkorona fejlődéséhez szükséges.
A talaj foszfor tartalma nagyban befolyásolja a termés mennyiségét. Ennek hiányában a növények gyökérzete nem tud megfelelően fejlődni, ezáltal pedig a növény sem tud megfelelő ütemben növekedni. A káliumnak pozitív hatása van a fotoszintézisre, befolyásolja a növények vízgazdálkodását. Amennyiben túl sok műtrágyát raknak a növény alá, nem csak a növényt égeti ki, hanem talajvízsavanyodást és talajvíznitrátosodást is okoz. Mi nem használjuk a műtrágyákat. A szerves trágya kevésbé drasztikusan módosítja a talaj tápanyag összetételét. Mi állataink miatt is ezt alkalmazzuk. Lovaink és baromfiaink elegendő szerves trágyát termelnek a növényeinknek. Mielőtt az istálló trágyát felhasználnánk, érlelni kell. Érlelés után viszont bátran használhatjuk a talaj megújítására. Apukámtól tanultam, hogy a szerves trágyát jobb ősszel kijuttatni, és legfeljebb 2 napon belül be kell dolgozni a talaj felső rétegébe. Elegendő 2 évente egyszer elvégezni, de a jól érlelt istálló trágyával minden évben frissíthetünk. A mennyiségre azonban nagyon ügyeljünk. Azt is tőle tanultam, hogy elsősorban a szerves trágya igényes növények alá érdemes szórni, mint például kukorica, egynyári takarmány növények, repce, káposztafélék, csucsorfélék, kabakosok és a burgonya. Nem csak szerves trágyát, hanem komposztot is használunk. A komposztot általában a virágoknál és a fűszernövényeknél szoktuk alkalmazni. Konyhai és kerti hulladékokból, levelekből, ágnyesedékekből készülő, morzsalékos, sötétbarna, humuszszerű anyag. Előnye, hogy nem kerül pénzbe, és nem csak a növények számára elengedhetetlen tápanyagokkal gazdagítja a talajt, hanem javítja annak szerkezetét, vízháztartását, hő- és levegőgazdálkodását. Nagyobb lesz a növények ellenálló képessége, és kicsi a kimosódás veszélye. A gyümölcsfáknál elengedhetetlen a megfelelő permetezés. Vegyszerek helyett próbáltuk környezettudatos módon megoldani. Többféle természetes módon szoktunk permetezni, növényekből álló permetszereket alkalmazunk. Csalánlevet a levéltetvek ellen használunk, de magas vitamin és ásványi anyag tartalma miatt általános erősítőként is nagyon jó. Zsurlófőzettel a gombafertőzésekre hajlamos növényekre, a paradicsomra és az eperre permetezzük. A diólé szinte mindenre hatásos szer, előzi a rovarokat és a gombafertőzésekre is hatásos. A pitypangból készült permetlé növekedés serkentő a legtöbb növényre. A teljes permetlé a gomba és a vírusos fertőzések megelőzésére szolgál. A csigák ellen hatásos szer a begóniálé. Az ecetet totális gyomírtásra használjuk, elsősorban olyan részeken, ahol csak gyomok vannak. Mi emberek nap mint nap ki vagyunk téve a táplálékainkban található növényvédőszerek bonyolult koktéljának. Az ilyen szerekkel kezelt mezőgazdasági területeken ezek a vegyületek sodródhatnak a széllel, szennyezhetik a talajt és a vizeket is. A vegyszerek, rovarirtók súlyos egészségkárosodást okozhatnak, kimutathatók a vele dolgozók vér- és hajmintáikban is. Ezért nem ártana átgondolnunk, hogy érdemesebb lenne az őseink által ránk hagyott módszereket alkalmazni a jövőben. Köszönöm a figyelmet! Burnát Jászná Dóra vagyok. Nyírgási családi házunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye déli határán fekszik. Anyai ágon az őseim egy része már régóta itt élhetett, ők nagyanyám ezt nevében is őrizte, Gersi Jannának hívták. A tájegységnek homoktalaja van, s kiterjedt területen akác, nyár és tölgyerdőket telepítettek. A mi házunk a település határán fekszik, erdő veszi körül.
a déd és nagyszüleim a kertünkben a híres szabolcsi almát termelték, az egykori 100 almafából mára már csak néhány maradt. A családom rengeteget dolgozott a kertben, ilyenkor én is ott voltam mellettük. A nagymamám mindig felhívta a figyelmemet a növények és állatok jellemzőire. A kertben gyakori vendégek a lepkék, a virágbogarak és a méhek. Ezek nyűgöztek le először. A kertünk madárbarát. A földtől a lombkoronáig mindenütt megfigyelhető az élet, gyíkok, bogarak, lepkék élik itt az életüket. A megmaradt öreg almafák és emellett a házi állatok is nagyon jól érzik itt magukat. A megmaradt öreg almafák jó fészkelő helyet kínálnak, és rengeteg itt az odú is, mert az elmúlt években többször lakott nálunk fakopáncs. Az idén áprilisban az egyik öreg fa udvából megpillantottam, amint egy veréb röppent ki. Tollas verébfészekre számítottam, mert már megfigyeltem, hogy a verebek a tyúkudvarról hordják a kihullott tyúktollakat. Az odúba való betekintéskor tárult fel előttem, hogy a fakopáncsok labirintus-szerűen kiválták a fa belsejét, s így két egymástól elzárt üreg jött létre, az egyik három nyílással rendelkezett. Ebben az üregben 10-12 fehér alapon barna foltos tojásra figyeltem fel. Széncínege tojásai voltak. A cinke nem engedte, hogy a veréb egy fába fészkeljen vele. A kis cinkék április 27-én keltek ki. A fiókákat mindkét szülő etette, kukacokat is bőven hordtak nekik. Volt olyan is, hogy az egyik szülő a másiknak átadta a hozott eleséget. Szintén áprilisban az öreg körtefánk vezérágának a villájában egy kedves balkáni gerlek otlott el, a nyakán lévő félhold alakú gallérjáról és tinkóba ütemű hangjáról tudtam azonosítani. Folyamatosan figyeltem, de nagyon messziről tudtam csak, mert nagyon félénk volt, és nem akartam megzavarni. Utána olvastam, hogy rendszerint két tojásból áll a fészek alja. Ez azért is alakulhatott így, mert egyedi jellegzetessége, hogy fiókáit saját testéből hormonális hatásra képződő betellyel táplálja, és már több utódot nem tudna vele ellátni. A kedves kis madár április 19-20-án a nagy esőben is ott ült a fészkén, de utána eltűnt. Nem sokkal később egy szajkót láttam azon a fán, és a Mátyás madárról az a hír járja, hogy fészek rabló, és őt gyanúsítom a tojások eltüntetésével. És egy tollat is találtam tőle, mert már többször megfordult a kertünkben, onnan ismertem fel, hogy szajkótól, mert kék is van benne. Ezután felmásztam a fára, és csak egy egyszerű fészket találtam ott. Az erdőben is sétáltunk. Több fészekre is figyelmes lettem az erdő széli galagonyabokrokon. Ezek a fészkek igazi mesterművek voltak, de egyikben sem volt madár. De azt megállapítottam, hogy a galagonya szúrós bogaságai jó védelmet nyújtanak az itt élő madaraknak, s átláthatatlan, sűrű levélzete szinte észrevétlenné teszi őket. Egy bodzabokron is kb. 2 méter magasan találtam egy mesteri fészket, s ebből csak egy kis felálló farkinca látszott ki, s néha egy rigónagyságú barna, begyén foltos madár röppent ki belőle. A madárkát naponta ellenőriztem, hogy ül a tojásokon. Április 30-án eltűnt a madárka. Aznap többször is kimentem, hogy megnézzem, visszatérte. De nem jött meg soha. Majd egy létráról, az elhagyott fészekbe tekintve, 4 égszínkék, foltos tojást, valamint kitapasztott fészket láttam. Ez alapján úgy gondolom, hogy énekesigó lehetett. Régi közmondásunkból, madarattolláról, más összefüggésbe helyezve levonható, hogy a különféle madártollak nem csak a fajtát jelzik, hanem a madarak eltérő viselkedési szokásait is. A három madarat összehasonlítva csak a széncinege utódnevelése volt sikeres. Oka lehet, hogy ő van a legelrejtettebb helyen. Különféle módon építik fészkeiket, különféle helyeken találhatók. Odúban, favillájában, bokorban. Az erdőben költőknél nem tartalmazott mesterséges anyagot a fészek, a lakókörnyezet közelében megfigyelhetőek voltak nehezen lebomló műanyag anyagok, mint uborkaháló vagy zsákfonál beépítése.
A megfigyelt madarak mind fészeklakók, semmiféle önállósággal nem rendelkeznek. Különböző módon táplálják utódaikat. Intenzív fejlődésükhöz a cinkék hernyókat hordanak, a gerlénél az állati eredetű fehérjéket a betej helyettesíti. A jövőre nézve, mivel a szántásunkon többször láttam búbosbankát, ezért odút helyezek ki, és a felhasznált irodalom források, a képeket én készítettem, és családi fotók is vannak köztük, állathatározókat, növényhatározót használtam hozzá, és a díszmadármagazin.hu-ról és a házi állatok anatómiája és élettana című könyvből is néztem a betejet. És még a kis cinkéketről készítettem egy hangfelvételt, mikor várják az eleséget, azt is megmutatnám. És ennyi volt. Köszönöm a figyelmet. Csigát már mindenki látott, és szerintem a gyerekek többsége úgy 3-4 éves kora körül erősen tanulmányozta is őket. Van neki háza, feje, rajta két pár tapogató, és haslába, amint csúszik. Esetleg egy esős délután még csiga versenyt is rendeztetek, de az érdeklődés később alább hagyott. Nekem is vannak hasonló emlékeim, és mindez akkor jutott eszembe, mikor az iskolaudvaron megpillantottam néhány jól fejlett éti csigát, Magyarország legközismertebb csigafaját, egyike azoknak a Magyarországon megtalálható 96 csigafajnak. Itt is ott is felbukkantak a dúsabb növényzetű területeken, ezért arra gondoltam, elkészítem az iskolaudvar csigatérképét. 2 héten át végeztem megfigyeléseimet. Méreteiket tekintve kisebb és nagyobb példányokat is találtam, megismertem őket. 45 mérés közül a legkisebb 2,8 cm volt, a legnagyobb 5,1 cm. Az átlagos méret 4,3 cm volt. Azt is megfigyeltem, hogy amikor esett az eső, valamikor több mint 21 példányt is megszámoltam, napos időben csak néhány bukkant elő. Térképemről ezen felül még azt is le lehet olvasni, hogy egyet sűrűségük nem egyenletes. A lebetonozott focipályáról teljesen hiányoznak, a játszótér árnyékosabb részén néhány előfordul, a kerítés mellett, ahol a dúsabb a növényzet, többet találtam. A komposztdomb környékén pedig kimondottan nagy volt a csigaforgalom. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen a csiga szereti a párásabb, nyilkosabb környezetet, ezen felül a korhadó anyagokat és a friss, zöld növényi részeket. Ahogy lassú, céltudatos mozgásokat figyeltem, rájöttem, milyen keveset is tudok ezeket a házukat és belső szerveiket hátukon cipelő puha testűekről. Úgyhogy utána néztem néhány dolognak. Legérdekesebbnek mozgásukat, érzékelésüket és táplálkozásukat találtam. Azt a váladékot, ami a haslábat sikamlósá teszi, a nagy talpmirigy termeli. Ez a váladék védi meg a csigát a felszín okozta sérülésektől, szóval gyakorlatilag egy zsilettpengén is át tud csúszni, semmi baja nem lesz. A növényi eredetű táplálékokat különleges szájszerve segítségével őrli meg. A szájüreg felső részén van a redős állkapocs, az alsó részén pedig a erőteljes reszelőnyelv, ami igen apró fogacskákból áll. A csiga nem iszik, elegendőnek a táplálék víztartalma. A fejen található két pár tapogató az érzékelésben az elsőrendű. A hosszabbik páron ülnek a szemek, úgy olvastam, hogy körülbelül 1-2 cm távolságból képes látni a tárgyakat. A rövidebbik pedig kémiai érzékelőként szolgál, vagyis gyakorlatilag ezzel szagol a csiga. Megfigyeléseket akartam végezni, hogy vajon a csiga jobban szerete egyes ételeket. Például jobban szerete egy salátát, vagy egy paradicsomot. Ezért kiszemeltem 3 szép, egyforma méretű éti csigát, és az osztálytermünk éppen lakatlan akváriumába raktam őket. 2 hétig szoktattam őket új környezetükhöz, rendszeresen elláttam őket zöldséggel és gyümölcsel.
Napról napra szűkítettem számukra a választékot, végül már csak a rukola, a uborka és a paradicsom közül választhattak. Azt figyeltem meg, hogy elsőnek mindig a rukolát eszik meg, utoljára a paradicsom kerül az étlapra. Ki akartam kísérletezni, hogy vajon a csiga jobban szerete egyes növényeket, vagy egyes ételeket a másoknál. Ezért megszámoztam csigáimat, és kértem a konyháról egy 30 cm hosszúságú tálcát, egyik oldalra helyeztem a csigát, a másik oldalra pedig az élelmet. A kísérlet előtt ritkábban adtam nekik a táplálékot, és azt figyeltem meg, hogy a csigák célirányosan elindulnak a táplálék felé, vagyis 30 cm-es távolságból jól érzi a szagokat. Leismértem idejüket. Ez az alábbi eredményeket kaptam. Két naponta végeztem megfigyeléseimet, az első nap az egyes csiga kapta a salátát, a második a paradicsomot, a harmadik pedig az uborkát. Két nap múlva megcseréltem táplálékokat, újabb két nap múlva pedig megint megcseréltem. Az alábbi eredményeken is látszik, hogy a saláta a csiga kedvenc. Megfigyeléseim végeztéül természetesen visszaengedtem csigáimat a szabadba. Lehet, hogy furcsa hangzik, de kicsit nehezemre esett megválni ezektől a védett állatoktól. Kísérletezés közben meg is szerettem őket. Köszönöm a figyelmet. Sepsikörös patak környezeti értékeiről fogunk beszélni. Mi vagyunk a Bioludmillák csapat Marhát Apronya 5. osztály, Bálint Balázs 5. osztály. Felkészítő tanárok Varga Zsuzsanna és Gál Zsuzsanna. Sepsikörös patak a Csináld, a Kurta és a Vadas patak egyesüléséből keletkezett, Nagy patak vagy Körös patak mentén kialakult régi település. A település 605 méter magasban található. Falunk a Baróti-hegység déli láván fekszik, így része a Bodoki és Baróti-hegységnek. A Bodoki-Baróti-hegység 2007-től Natura 2000-es különleges madárvédelmi terület, amely 56.657 hektáron terül el, magába foglalja a Baróti-hegység teljes vonulatát és a Bodoki-hegység nyugati lejtőit. A terület védettségét jelzik a falu határában elhelyezett hirdető táblák is. A Bodoki-Baróti-hegység Natura 2000-es különleges madárvédelmi terület 21 jelölő madárfaja. Ezekből párat bemutatunk. Fehér gólya, fekete gólya, tövisszóró gévics, uráli bagoly, jégmadár. A madárfajokon kívül több más értékes faj is megtalálható a területen. Sárga a sunka, kárpáti gőte, koratavaszi növényszemle, kikeleti hóvirág, erdélyi májvirág, kakasmandikó. Vadboroszlán, tavaszi csillagvirág, berki szellő rózsa. Nyár elő. Agárkosbor. Boldogasszony papucsa. Európai zergeboglár. Turbán lilium. Őszülő. Őszi kikerics. Bánati sáfrány. Erdei ennivalók. Szamóca, málna, szeder. Gombák országából. Cseh kucsmagomba, sárga rókagomba, ízletes vargánya, nagy özlábgomba. Gyógynövényekből. Közönséges orbáncfű, kis ezerjófű, szurokfű, közönséges cickafark. Rovarvilág. Májusi cserebogár, nagy szarvasbogár. Lepke szárnyon. Hajnalpírlepke, boglárkalepke, nagy színjátszólepke, gyöngyházlepke. Erdeink és mezeink nagy vadjai. Barna medve. Gímszarvas, ősz. Mezei nyúl, vörös róka. Az iskolánk madárretetőinél télen ezek a madarak láthatók. Amint az utolsó fát is kivágtuk, az utolsó halat is kifogtuk, és az utolsó folyót is megmérgeztünk, rájövünk majd, hogy a pénz nem ehető. Köszönjük a figyelmet!